Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Dél-Magyar Podcast. Üdvözlöm a hallgatókat, én Majzik Attila vagyok, ez pedig itt a délmagyar.hu következő podcast adása. A mai műsorban dr. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke tájékoztat bennünket arról, hogyan alakul a magyar munkaerőpiac jövője, mik a legnagyobb kihívások, és milyen válaszok adhatók azokra. Tartsanak velünk! Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma továbbra is a tűnik munkaerő, a munkaerő hiánya. Ugye van egy helyzet, amit ugye az infláció, az áremelkedések és az összes többi probléma okoz, aminek az egyértelmű kezelése az, hogy aki csak teheti, próbáljon előre menekülni és előre menni. Ahhoz, hogy előre tudjunk menni, ahhoz pedig azt jelenti, hogy legalább az, ami nem hátráltat bennünket, azok stimmeljenek. És ez nagyon fontos lenne a munkaerő. Tehát ott tartunk, hogy az a fajta képlet az kezd bejönni, ami korábban már volt, ami a duális képzés elnyitott a tulajdonképpen a cégeknél, majd kapcsoljuk be a cégeket a képzésbe, és a cég majd megpróbálja a szakmai dolgokat megtanítani. Ez óvatatlanul is azzal jár együtt, hogy még azt is vállalják a cégek, hogy majd kiképezik és megtanítják ezt a munkaerőt, csak legyen kit. És ugye itt jön előtérben nagyon a felnőtt képzésnek a jelentőség, hogy annak is igenis lenne létjogosultsága. Természetesen egy abszolút rugalmas cégek számára elfogadható módon, de a főkont, hogy van-e munkaerő. És ha van munkaerő, akkor lehet arról beszélni, hogy képezni kell-e, vagy nem. Ha képezni kell, akkor hogyan. De a sorrendnek ennek sajnos az elsőnél ott már kiválik a dolog. Ugye, hát a felnőtt kérdésnek mondom, a sorrendje. Tehát az alapkérdés, a felnőtt kérdések akkor ad el megoldást, hogyha van munkára vállalkozó jelentkezik. Ha az nincs, akkor nincs kit képezni. Tehát a képzés önmagában nem oldja meg ezt a dolgot. Kell, hogy legyen aktív alanya a képzésnek, hogy magyarul beszéljek, vagy fiatal, aki ugye az iskola rendszerbe végigmegy, és azt próbáljuk terelni megfelelő irányba, vagy felnőtt esetében ugyanennek a szándéknak meg kell lenni, akarok kezdeni valamit magammal, ki szeretnék menni a munkaerőpiacra, és aki ki akar menni, na, azzal van értelme valamit. És erre vannak azért jó példák, csak nem olyan számba, mint ami kellene ahhoz, hogy ez mérséklődjön, ez a hiány. A kormányzati szinten a válasz az lesz, hogy szabályozott módon be fog jönni külföldről munkaerő. Fő kérdés, hogy ezt hogy fogják szabályozni, ugye? Úgy gondolom, hogy erre nagyon oda fog figyelni mindenki. De jelen pillanatban bejutott a munkaerőpiac arra a szintre, hogy ezt másképp nem nagyon lehet kezelni. Fő kérdés, hogy ez milyen munkaerőpiaci mozgásokat fog elindítani, mert ugye most megnézzük, hogy egy nagy multinacionális céget, vagy egy nagy céget, vagy egy közepes céget, akkor nyilvánvaló, hogy a munkaerő problémáira ez a fajta dolog megoldást adhat. De a KKV szektornak nyilvánvaló erre csak korlátozottan lesz a lehetősége. Tehát ők ennek az egész elinduló folyamatnak a második lépcsős részesei lehetnek. Egyrészt azért, mert megindulhat egy kis munkaerő átcsoportosulás, és akkor itt kell majd a KKV szektornak része lenni. Másodszorban meg fog jelenni előbb-utóbb az a második generációs külföldi munkaerő réteg, aki a KKV szektorban is esetleg elkezd munkát vállalni. De ez egy hosszabb folyamat. Tehát pillanatnyilag ettől a KKV szektornak a legelső jöhet szóba, ami megoldást ad, hogy elindul egy olyan munkaerő piaci mozgás, aminél talán egy kicsit intenzívebben lehet munkaerőhöz jutni, ez várható. Tehát én úgy gondolom, hogy a KKV szektornak is egyfajta remény sugár az, hogyha ezt megoldják a multiknál, akkor ez hajthat egy kis hozadékot a KKV szektor irányába. És én úgy gondolom, nem kellett tőle annyira megijedni, csak nagyon jó kell tudni szabályozni, és hát nagyon nehéz. De óriási szerencsénk van ebből a szempontból, hogy vannak országok és példák, ahol lehet látni, mi volt, ami ott jó volt, mi volt, amit el kellene kerülni. És hogyha ezek azért jól össze vannak szedve, és azt áthelyezzük a mai kor viszonyai közé, azért úgy gondolom, hogy ez egy óriási előny. Tehát nem kell nulláról elkezdeni ezt a dolgot kitalálni, és talán lehet tanulni azokból a példákból, és lehet jó ötleteket átvenni. És hát minden esetre ugye másik nagyon lényeges dolog lenne, hogy az a munkavállalói kör, az a munkavállalói réteg, aki Magyarországon jön külföldre dolgozni, annak vissza kellene jönni a magyar munkaerőpiacra. Annak pedig csak ez lehet az állóval, hogy itt elindul egy olyan fejlődés, és egy olyan dinamika, és egy olyan bérfelzárkózás, amivel a munkaerőnek nem lesz értelme külföldre dolgozni, kéne külföldre dolgozni, hanem nem lesz érdemes azért a bérkülönbségérvel vállalni a kintlétet, az idegen környezetet, az idegen kulturális környezetet, és elindulhat egyfajta dolog. Ez adja a másik lehetőség, és egy hosszabb folyamat, ez sem fog menni egyik pillanatban a másikra. Ne felejtsük el, az a réteg mobilizálta magát, aki korosztályát tekintve rendkívül hiányzik a munkaerőpiacról. Ez gyakorlatilag a 30-45 év közötti korosztály,
és nagyon-nagyon hiányzik az a fajta tudás, amivel ők rendelkeznek, az a fajta attitűd. Aki vállal egy ilyen külföldi munkavállalót, azt jelenti, hogy ő vállalkozó szellemű, mint munkavállaló, kreatív, mint munkavállaló ebből következően, meg tudja oldani a kihívásokat önállóan, és hát számos olyan jelző tudok mondani, ami azt mondom, hogy hát erről beszélünk. Erről van szó. Tehát azok az emberek, akik a szakmájukba helyezkednek, ez nagyon lényeges. Tehát nem arra gondolok, aki nem a szakmájába helyezkedik el. Az a munkaerőpiacra nagyon-nagyon jó lenne, hogyha vissza tudna térni, és az adna egy újabb lökést, hogyha itt időben is égetnének ennek a dolog. Tehát így lehetne összerakni ezt a képletet. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.